konferencia, az uniós csatlakozást értékelték. Megemlékeztek, a győzelem napját ünnepelték. Forgalomba állították, hidrogén meghajtású busz Zalaegerszegen. Ez az a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Kátakács Bernadett vagyok. 2024. május 8-a szerda van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Konferenciát szervezett az EU csatlakozás 20. jubileuma alkalmából a Magyar Közgazdasági Társaság, valamint a Zala vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Zalazon fogadó épületében előadásokon és kerekasztal beszélgetésen értékelték a szakemberek az elmúlt két évtizedet. Május 1-én volt 20 éve, hogy Magyarország tagja lett az Európai Uniónak. 2004-ben minden korábbit meghaladó számban csatlakoztak újabb államok a közösséghez, amely a kontinens így Zala gazdasági helyzetét is megváltoztatta. Több gazdasági ágazatunk épült le és szűnt meg, ami a következő évtizedekben is folytatódott. Tehát azt lehet mondani, hogy 20 év nagy idő, a változások gyökeresek. Nyilván sokkal több vállalkozóként és vállalkozásvezetőként több és nagyobb eredményt tudtunk volna elképzelni az elmúlt 20 évben, viszont azt látjuk, hogy ezek a gyökeres változások egy teljesen új lehetőséget, egy új perspektívát nyitnak kell, hogy nyissanak a zalamegyei vállalkozások előtt. A változások egyikeként a fém- és építőipari vállalkozások szerepe felerősödött. Ugyanakkor a bútorkészítő, illetve az élelmiszergyártó cégek, melyek korábban meghatározóak voltak, megszűntek. Vegyes volt a kép, bizonyos értelemben versenyhátrányokat is okozott számos vállalkozás számára, hiszen csak egy fontos körülményre hívnám fel a figyelmet. Az alakó maradt utolsó mohikánként az élelmiszeripari nagyvállalatok közül, gondoljunk az Alahúsra, Zala Baromfira, a hűtőházra, de ugyanakkor tapasztalhatók ennek köszönhetően új vállalkozások, amelyek elindultak, prosperálnak. Először Csanádi Ágnes, a Magyar Közgazdasági Társaság Zala vármegyei alelnöke, majd Balaidz Zoltán polgármester köszöntötték a résztvevőket. Az eseményen Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszterhelyettese is értékelt. Egész Európa, egész Közép-Európa az elmúlt 20 évben profitált az Európai Unióból, de az elmúlt években a Covid-válság után, a háború után leállt ez a gazdasági fellendülés, az a dübörgés, ami jellemezte mondjuk az első 15, első, különösen a 2010 után időszakot itt Magyarországon. És hát látható, hogy itt a háború, az elhibázott szankciók, ezek visszavetették Európa versenyképességét. Úgy tetszik, akkor az olcsóra, orosz nyersanyagra épülő európai gazdaság megrecsent, és a szankciók miatt nem tud magához térni, veszített versenyképességéből akár Amerika, akár Amerikához, akár Kínához képest. Az előadások után a konferencia panel beszélgetéssel folytatódott, majd állófogadással zárult. Megemlékezett a győzelem napjáról a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének Zala megyei szervezete és a Tiéd a Város Egyesület. Május 8-án ünneplik a II. Világháború európai lezárulását, mellyel új korszak kezdődött a kontinens életében. Az ünnepségen a fordulat történelmi jelentősége és a világháború áldozatainak emléke előtti egyaránt tisztelegtek. Az ünneplők az áldozatok emlékművénél gyűltek össze. Itt Hóbor József, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének megyei elnöke beszédében hangsúlyozta. Bár a II. Világháborút elveszítettük, május 8-a mégis a győzelem napja. Véget ért ugyanis az országot nyomorba taszító háború, így hazánk elindulhatott a felemelkedés és az európai demokráciává válás útján. Visszavonhatatlanná vált Magyarországon is a földosztás, a nyilas és a Horthy rendszer antidemokratikus szervezeteinek lebontása, a bűnösök népbírósági állításának a feltételei megteremtődtek, és egy demokratikus, a európai demokráciákba beilleszkedni tudó ország létrejöttének a feltételei teremtődtek meg. A megemlékezést minden évben megrendezik. A szervezők fontosnak tartják, hogy az utolsó nagy világégés végét méltóképpen megünnepeljük, és emlékeztessük magunkat arra, hogy többé nem akarunk háborút.
A legutolsó olyan nagy földrengés és világégés volt, amire hisszük azt, hogy hasonlóra nem fog sor kerülni. Ezért nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy ez a nap, ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen a világ felszabadult a fasizmusta elnyomás alól, és ettől kezdve egy új élet indult, egy új elgondolás kezdett csírát ölteni, hiszen holnapi napon lesz az Európa Unió kezdetének a napja. Az ünnepség végén a megjelentek fejet hajtottak a II. Világháború áldozatai előtt, majd koszorúkat és virágokat helyeztek el az emlékműnél. Forgalomba állították az első hidrogén meghajtású buszt Zalaegerszegen. A környezetvédelmi szempontok miatt csökkenteni kell a széndioxid kibocsátást, ezért a Volán busz folyamatosan végez utasforgalmi teszteket különböző típusú, alternatív meghajtású járművekkel. Az így szerzett tapasztalatok elengedhetetlenek a zöld flottájuk bővítéséhez. Ezt a járművet a Volán busz zalaegerszegi telephelyén töltötték fel. A tetőn elhelyezett hidrogéntartályok 350-400 kilométernyi út megtételéhez elegendő üzemanyagot biztosítanak. A sofőrök 5 napja vették birtokba, s ez alatt kedvező benyomásokat szereztek. Azt lenne könnyebb összefoglalni, ami nincs benne. Tehát minden, ugyanakkor le van egyszerűsítve, de nagyon jó, minden bent van, minden megtalálható benne. Klíma, fűtés, szuper, csendes, utasbarát egy szóval. A menetrendszerű járat most a Szent Erzsébet-hegyi útvonalon közlekedik. Az újhegyi úton élő Kacor Jánosné gyakran utazik helyi járattal. Naponta azért kétszer, hát el kell menni, haza kell jönni, kényelmes, csendes, nagyon nagyszerű, nagyon tetszik nekem, gondolom a többi utasnak is. Az utasok könnyen célba értek. A buszt a honlapon elérhető menetrend szerint május végéig próbálhatják ki a helyi közösségi közlekedésben. Az érdeklődők május 23-án és 24-én a Green Tech zöld energia és fenntarthatóság szakkiállításon és konferencián is találkozhatnak ezzel a járművel, ahol az elektromos és gázüzemű típusokat is megtekinthetik. 5 hatóság is elfogató parancsot adott ki az ellen a férfi ellen, akit a zalaegerszegi rendőrök tegnap egy építkezésen fogtak el. A police.hu beszámolója szerint a 43 éves kutasói lakos már több éve bujkált. Egyebek mellett orgazdaság, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt keresték. Elfogásakor nem állt ellen, az intézkedés során végig együttműködő volt. Miután a rendőrök megbilincselték, a zalaegerszegi rendőrkapitányságra állították elő, ahonnan a Zalavár megyei büntetés végrehajtási intézetbe szállították. 6. alkalommal rendezte meg az esélygálát a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete, melynek ezúttal a Pannon Egyetem adott otthont. Az ünnepségen a Vármegye 6 szociális intézményéből összesen 120 fellépő mutatkozott be, akik zenés, táncos, verses és prózai produkciókkal egyaránt készültek. A köszöntő beszédekben hangsúlyozták, fontos célkitűzés, hogy közelebb hozzák a sérülteket a többségi társadalomhoz, és megmutathassák, ők is értékes tagjai a közösségnek. Az esemény szakmai fővédnöke idén a Békeligeti Általános Iskola főigazgatója volt. Nagyon fontos dolognak tartom ezeket a lehetőségeket, hogy megmutathassák magukat a mi fiataljaink is, a mi intézménytípusainkban tanuló fiatalok, és bármelyik felnőtt intézményben élő személyek, fogyatékos személyek, mert kevés az olyan lehetőség, hogy kilépjenek a saját intézményi kereteik közül, vagy a saját komfortzónájukból, ami számukra is egy bizonyítási lehetőség. A gálára évről évre egyre több fellépő érkezik. A Nagylengyeli Szent Család Szociális Központ ellátottjai másfél hónapja lelkesen készültek zenés-táncos előadásukra.
Azt kérték, hogy tavaszon csináljunk egy tavaszi csokrot, verseket, dalokat, táncokat, énekeket tettünk bele. Van egy pici gépi zene is benne, de arra is szükség van itt egy tánc esetében, és 20 ember, eredetileg 15 főre terveztük, mint tavaly, aztán még 5-en kérték, hogy ők is csatlakozhassanak. Az eseményt az Esélyegyenlőség világnapjához kapcsolódva szervezik meg minden évben. Ezzel szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki tehetséges valamiben, ezáltal a társadalom hasznos tagjává válhat. Arra szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét, hogy minden ember egyforma, mindenkinek, mindenkiben van csoda, mindenki tud alkotni, értéket előállítani, és ez főleg a zártabb világban élőknek nagyon fontos, hogy megmutathassák ezt a tehetséget, hogy ők is ugyanolyan egyenlő rangú tagjai a társadalomnak. A műsorok után süteménnyel és apró ajándékokkal várták a fellépőket. Megszervezte a tavaszi teljesítménytúrát az Életet az éveknek klubszövetség zalai szervezete. A szemerkélő eső ellenére csaknem 150-en álltak rajthoz. A szépkorúak körbejárták a Gébárti tavat, és a Boldogasszony kápolna érintésével érkeztek vissza a kiindulási pontra a regionális népi kézműves alkotóházhoz. A természetjáró programnak több éves hagyománya van. A korábbi évek sikerének köszönhetően a jelentkezők száma háromszorosára nőtt. A mostani körtúrán már közel 30 csapat vett részt. A zalai szervezet klubjai mellett Veszprém és Somogy vármegyéből is érkeztek versenyzők. 9-en érkeztünk, nálunk folyt az eső, de nem vett el a kedvünket, mert tavaly részt vettünk a Csácsi ugyanilyen gyalogtúrán, és nagy élménnyel, jó hangulattal, jó kedvel, és reméljük, hogy ma ez ugyanígy fog sikerülni. Az Egyesület három csapatot tudott kiállítani, és hát becsületbeli ügynek is tartjuk, hogy eljöjjünk egy ilyen gébárti túrára, hiszen ságodiak vagyunk, és nyugdíjasok vagyunk. Összességében hát nagy várakozással tekintünk a túra elé. Sajnos az időjárás nem a legkedvezőbb, de igazából szívesen jöttünk, és várjuk a legjobbakat. A túrázók térképpel és menetlevéllel indultak a 4 kilométeres útra. Tudásukról és aktivitásukról 5 állomáson adtak számot. A feladatok azok részben ügyességiek, sportfeladatok lesznek, olyanok, amit a nyugdíjasok el tudnak végezni. Ezeknek a helyszíne kint lesz az Aqua City előtt, illetőleg itt a Gébárti tó környékén lesz egy másik feladat, állomáson ilyen feladat. Ezen kívül pedig részben a tóra vonatkozóan, részben a kézművesházra vonatkozóan lesznek kérdések. A legjobban teljesítőket oklevéllel jutalmazták. A legidősebb férfi és női versenyzőnek emléklappal köszönték meg a részvételt. A következő túra ősszel lesz, akkor a páfrányok útját járják végig. Két számban is Európa-bajnoki címet szerzett Danicser Anita. Az ETS Újemelőklub tagja Lengyelországban az XPC European Championship versenyen row felhúzásban állt a dobogó legfelső fokára. Egy másik számban, ahol kiegészítő eszközként gurtnit használhattak a versenyzők, szintén elindult. Itt új Európa rekorddal, 120 kg-ot teljesítve szerzett aranyérmet a zalaegerszegi sportoló. Gyereknapi programokkal várja látogatóit május 11-én a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár. A programot bűvéssó, kézműves foglalkozás, csillámtetkó készítés, könyvárusítás, lufi hajtogatás, papírszínház előadás, valamint mézes kuckó is színesíti. Az esemény 8:30-tól délután 1-ig tart. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Konferencia. Az uniós csatlakozást értékelték. Megemlékeztek. A győzelem napját ünnepelték. Forgalomba állították. Hidrogén meghajtású busz Zalaegerszegen.
Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. május 8-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon, a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!